Áldást, békességet kívánok a kedves testvéreknek. Isten hozott mindenkit mai délutáni Isten tiszteletünkön. Szokásom szerint Zsoltár verse is köszöntöm a testvéreket. Ti népek, mint tapsoljatok, harsogó hangon újjongjatok Isten előtt, mert a felségesünk félelmetes, nagy király az egész földön. A mi mai Isten tiszteletünk itt az Adorjáházai Gyülekezeti Házban van, meg a következő alkalmak is itt lesznek. Mondom azt, hogy meleg szeretettel köszöntöm az itt lévőket. A meleg most nem annyira meleg talán, mint máskor szokott lenni, de elviselhető, én úgy remélem, és hogy nem lesz bántására senkinek, és reméljük, hogy ez a fűtés dolog, ez jobb lesz a következő időszakban. Isten tiszteletünk elején énekeljünk ma is egy éneket, a sorszámot csak most sem tudom kívülről, még mindig nem, pedig lassan már egy éve használjuk ezt az új énekeskönyvet, de kivetítésben itt lesz. Segítségünk, Isten tiszteletünk, közösségünk, együttlétünk, megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Figyeljünk Istenünk szavára, amint ma is a hegyi beszéd részeként Máté írása szerinti szent evangélium 7. fejezetében, az első 5 versben így szól hozzánk. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fogtok megítéltetni, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek majd. Miért nézed a szárkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre? Vagy hogyan mondhatod testvérednek, hadd vegyem ki a szárkát a szemedből, miközben ott a gerenda a saját szemedben.
Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehest testvéred szeméből a szárkát. Isten szent lelke tegye áldottá az ő igéjét, és bennünket igéjének hallgatóit, befogadóit, megtartóit. Imádkozzunk! Urunk, mennyei jó atyánk az Úr Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk a Te jóvoltodért, kegyelmedért, gondviselésedért. Köszönjük, hogy számunkra nem automatikusan telik egyik évszak a másik után, a jó idő és a rossz idő nem csak úgy véletlenszerűen követik egymást, hanem mindent úgy tekintünk, hogy a Te atyai szeretetedből, gondviselő jóságodból jön. Éppen ezért megköszönjük az időjárást, megköszönjük ezt a szép hosszú őszi időt, és Te kezedbe tesszük még a telet is, amelytől van, aki fél, van, aki retteg, de nekünk tudjuk, hogy nem kell félnünk és rettegnünk, mert ez is, mint minden, a Te kezedben van. Urunk, áldunk és magasztalunk Téged a lehetőségért, hogy jöhetünk hozzád, íme itt a gyülekezeti ház falai között. És talán nem olyan, mint a templomi létből, de számunkra az a templom, ahol Te is ott vagy közöttünk. Ezért hadd legyen számunkra ez a hely, ez a terem, ez az egész ház megszentelt helyé, ahol találkozhatunk veled ma is, és minden alkalommal, amikor csak itt jövünk Te hozzád. Kérünk, szenteld meg a mi együttlétünket. Add nekünk a Te igédet, a Te igédnek világosságát. Add nekünk a Te szent lelkednek fényét, egyértelmű tisztaságát, hogy értsük és éljük majd mindazt, amire Te szeretnél rávezetni, amit szeretnéd, hogy megéljünk, amire Te tanítasz bennünket. Szentlélek Úristen, jöjj, és munkáld ezt mindannyiunkban. Amen. Igehirdetésre készülve egyetlen verset énekeljünk. Istennek az az igéje, amelynek alapján a mai napon az ő szent lelkének segítségű hívásával az igét hirdetni szeretném. Az előbb felolvasott ige szakaszban van megírva, annak is a második felében, és annak is a legvégét emelem most ki, az utolsó felolvasott verset, amely így hangzik. Vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd testvéred szeméből a szálkát. Talán mindenki számára világos lehet, hogy Jézusnak ez a mondása, ez a hasonlata olyan igazságot tartalmaz, fogalmaz meg, amelyet nem hívők is pontosan ugyanúgy tudnak érteni, mint a hívők. Mert amikor arról beszél, hogy mi módon mondhatjuk azt a másiknak, hogy hát a te szemedben szálka van, hadd vegyem ki onnan, közben az én szememben meg gerenda van, akkor ez eléggé álságos dolog. Ezt így látja, így érzi, még az is, akinek nem hitből van ennek a gondolatnak az értelmezése. Hiszen olyan igazságtalanságot mutat, sejtet ez, amely az egész világ előtt ismert, mondhatnánk akár így is, hogy az egész világ előtt gyakorolt. A másik szemében egy apró szálkát is meglátok. Magam szemében a gerendát sem veszem észre.
Ha a másik szemében szálka van, az baj. Hogy a magaméban gerenda, ahhoz senkinek semmi köze. Ugye ismerős ez az egész alaphelyzet. Én most mindezek mellett hitből szeretném tekinteni ezt a mondást, és a legvége, amit kiemeltem, az sajátos üzenetet fog hordozni így számunkra. Az első gondolat, ami ebből a szálkás igeszakaszból jön, az az, hogy könnyebb másoknak a hibáit észrevenni, mint a sajátunkét. Ez még igazodik az előző gondolathoz, hogy ehhez nem kell hitben tekinteni ezeket a gondolatokat, ez realitás. Ez mindig minden korban, mindig minden társadalomban, mindig minden rétegben így történik. A másik hibája az ordít, az rögtön kiderül, az legalábbis előttem. Észreveszem, de hogy én hibáztam esetleg? Hát azt igyekszem eltitkolni, elpalástolni, az nem olyan nagy baj, az úgy eltörpül, legalábbis az én véleményem szerint. Persze, amikor más néz engemet, akkor az én magam aprónak tartott hibáit is nagynak fogja látni. Így lesz a bolhából elefánt, mert én bolhának tartom, a másik elefántnak látja. Vagy a másik a sajátját bolhának látja, én meg elefántnak tartom. Mert a másikét mindig hamarabb veszem észre. De ez olyan nagy igazság, testvérek, hogy az egész világ sajnos ezzel van tele, hogy a szomszéd fűje az zöldebb, mint az enyém. Vagy most legyen inkább őszies a hangulat, hogy ő szebben összekaparta az avarját az udvaron, mint én az enyémet, hát biztos akkor összeporszívózta is az övét, én meg csak gerebéztem az enyémet, elnye, a másik mindig jobb. Iskolás gyerekek rendszeresen cserélik az uzsonnát. Mert hogy a másiknak az anyukája neki finomabbat csomagolt, mint nekem az enyém. Felnőttesen a másiknak a felesége vonzóbb, mint az enyém. És akkor cseréljünk már le, vagy cseréljünk egyáltalán. A másiké valahogy mindig kívánatosabb, mindig egyértelmű, mindig látványosabb. Mert ilyenek vagyunk, ez a szerkezetünk, ez a bűnös létünknek a velejárója, hogy nem igazán ugyanúgy látjuk a másikat, mint a magunkat. Ez a kettős mérce. És ez a kettős mérce, mintha bele lenne égetve a gondolkozásunkba, az elménkbe, mindenünkbe, mindenhova így állunk. De nem ennyi a baj összesen, hanem az, amikor ennek folyamánya van, és az a második gondolat, hogy én akarom megjavítani a másikat. Mert azt mondja, hogy hát hagyd szedjen már ki a szálkát a te szemedből. Milyen kedves! Úgy alapvetően akár lehet, de az is. De mi van akkor, amikor az én szememben gerenda van? Ha az én szememben gerenda van, akkor ne azzal legyek már elfoglalva, hogy a másik szeméből a szálkát akarjam eltávolítani. Először próbáljam meg a gerendát megsemmisíteni a magam életében, és amikor nekem már nincsen gerendám, akkor foglalkozhatok a másiknak a szálkájával. De ez is egy olyan általános igazságú gondolat, tétel, hogy a másikét könnyen megjavítani. A másikét jobban tudom, hogy neked mit kéne csinálni. Ó, neked nem olyan jó a kapcsolatod a családban, hát tedd ezt, tedd azt, és akkor jönnek a gondolatok, hogy mit kellene és hogy lehetne csinálni. A másik életének a rendbetételével nincsen bajom, arra van ötletem számtalan, de hogy én a magam problémáival mit kezdjek, na azzal aztán nem tudok mit kezdeni. Nem egészen ilyenről, de ilyenről is szól az a történet, amikor Kón elmegy a rabbihoz és azt mondja, hogy rabbi, baj van, mert hogy döglenek a libáim. Aztán hol legeltetted a libáidat? Hát hol? Hát az erdő szélén. Hát az baj, legeltesd a patak partján, az ott sokkal jobb hely. Megy megint Kóna rabbihoz, hogy még mindig döglenek a libáim. Aztán hol legeltetted őket? Hát a patak partján úgy, ahogyan mondtad.
És a pataknak a jobb partján, vagy a bal partján? Hát én a bal partján legeltetem, az baj, legeltetem a jobb partján. Jön megint a kon, hogy még mindig döglenek a libák. Mit lehetne tenni? Hol legeltetem? Hát a patak jobb partján, úgy ahogy mondtad. Aztán amikor legelteted, jobb kézben vagy bal kézben fogod a pásztorbotot? Hát én bizony jobb kézben, hát az baj, fogd a bal kezedbe, mert azt úgy kell csinálni. Jön a kon, hogy Rabbi, az utolsó libám is megdöglött. Hát kár, lett volna még néhány ötletem. És így állunk mi hozzá. Annyi, de annyi ötlettel vagyunk tele, hogy hogyan lehet a másik szeméből kiszedni a szálkát, a másik életét helyrehozni. Miközben a magunkéval nem boldogulunk. És ez az egyik legnagyobb igazság. Magunk életével nem boldogulunk. És ha a magunk életét nem tudjuk rendbe tenni, helyrehozni, jó irányba terelni, vágányra helyezni, hogy csak menni kelljen rajta, akkor a másikét hogyan tudnánk megtenni? Nincs olyan. Egyetlen egy olyan ember sincs, aki másnak az életét helyre tudná hozni. Akár mondhatnám azt is, hogy egyetlen egy olyan ember sincs, aki az önmaga életét helyre tudná hozni. Persze ezzel a mondattal csak óvatosan kell bánni, mert akkor különben az lesz, hogy hát ha nem lehet, akkor nem is kell próbálkozni. De hogy nem kell próbálkozni, csak jól kell próbálkozni. Úgy kell próbálkozni, hogy tudni kell, hogy én a magam életét sem tudom helyrehozni, a másik életét meg pláne nem. De tudok olyat, aki helyre tudja hozni az én életemet is. És aki az én életemet helyre tudja hozni, az a másik életét is helyre tudja hozni. Éppen ezért úgy tudom helyrehozni az életemet, hogy elmegyek megfelelő helyre. Ha valakinek egészségügyi problémája van, van, amikor meg tudja gyógyítani magát, mint ami egy megfázást, azt elég könnyű meggyógyítani, egy torokfájást, valami ilyesmit. Vannak a népi gyógymódok, régen nem jártak orvoshoz az emberek, de ezeket az alapbetegségeket mégis meg tudták gyógyítani. Mert szedték a ilyen-olyan gyógyfüveket, itták a hársfateát, meg nyalták a mézet, ették a fokhagymát. Olyan sok jó ötlet van még erre, hogy hogyan lehet lekezelni ezeket a télies megfázáshoz betegségeket. De azért van időnként ennél nagyobb baj is. Amikor az ember tudja, hogy én nem tudom helyrehozni gyógyfüvekkel, meg ilyen-olyan dolgokkal az életemet. Egy vakbélgyulladás például nehéz méz nyalogatással helyrehozni. Vagy nehéz fokhagyma kúrával, vagy kalapkúrával, vagy bármilyen ilyen régi népies módszerekkel egy vakbélgyulladást helyrehozni. Ahhoz szakorvos kell. Olyan orvos, aki meg tudja műteni, rendbe tudja tenni. Az, aki nem tudja, hogy máshova kell elmenni segítségért, az belehal a betegségébe. De aki tudja, hogy hova kell fordulni a betegségével, az elmegy egy szakrendelésre, ahol kivizsgálják, ahol megkeresik, megtalálják reménység szerint a megfelelő gyógymódot, az eljárást, és ott tudnak rajta segíteni. De úgy kezdődik az egész, hogy nekem magamnak kell lépni. Mert ha én nem lépek a magam életével kapcsolatban, akkor én menthetetlenül elvesztem. Amikor lelki dolgokról van szó, ott is ugyanígy történik a dolog. Nekem magamnak kell észrevenni, hogy szükségem van egy külső segítségre. És az a külső segítség egyetlen egy helyen van. Jézus Krisztusnál. Mert ő az az orvos, ő az a hatalom, a legfőbb hatalom, akié minden hatalom menjen és földön, aki tud segíteni, aki tud gyógyítani, testi és lelki módon egyaránt. Neki mind a kettő benne van a hatalmában, és mind a kettő benne van a szándékában. Hány olyan történetünk van, rögtön meg is mondom, nagyon sok, amikor lelki problémák és testi problémák összekötődnek. Mert jön a béna, hogy ő béna, és szeretne
meggyógyulni, és Jézus azt mondja, hogy hát megbocsátattak a te bűneid. És akkor ettől tud járni? Igen, ettől tud járni. Ettől fel tud kelni. Mert Jézus előtt a testi és a lelki nem két külön valami. Az emberi ez is, az emberi az is problémás, helyre lehet hozni. Ő egymaga mindent, de mindent tud gyógyítani. Mint valami, időzőjelben mondom, csodadoktor. Ő helyre tudja hozni az életünket. Bárkinek, bármilyen életét. Akár testi, akár lelki. Teljesen mindegy. Ha azt érzem, hogy az életemben ott van, és akkor most ne méretezzünk, hogy szárka, vagy fogpiszkáló, vagy hurkapálcika, vagy egy egész nagy gerenda. Teljesen mindegy, hogy mi az, ami böki az életemet. A lényeg, hogy valami böki az életemet, és valamitől nem jó, akkor jobbá lehet úgy tenni, ha az Istennek adom oda. És azt mondom, hogy tessék, itt van, én oda teszem a te kezedbe az életemet, mert te helyre tudod hozni. Ha én magam próbálkozom, akkor nem mindig sikerül. Én ezt nagyon jól tudom, mert gyerekkoromban órás szerettem volna lenni. Nagymamámnak az órája bánta ezt a szándékomat. Mert én azt gondoltam, hogy van otthon csavarhúzó, meg fogó, azzal mindent meg lehet oldani, mert én ezt láttam, hogy az ügyes emberek csavarhúzóval, meg fogóval mindent megoldanak. Megvizsgáltam, rá is jöttem, hogy hogyan működik az óra. De onnantól kezdve nem működött az óra. És akárhogy próbáltam összerakni. Valahogy, és zseniálisan mindig kihagytam egy-egy csavart, vagy valamit, mindig volt maradék. És többszöri próbálkozás után sem tudtam helyrehozni az órát. Ilyenek vagyunk egyébként. Próbálkozunk, kimazed egy csavar itt, van egy kicsi fölösleg ott, de nem tudjuk helyrehozni. Mi csak elrontani tudjuk az életet. De ott van az Isten, akinek oda lehet adni. Mint egy órát, hogy Uram, én elrontottam az órámat, légy szíves megcsinálni. És az Isten zsenialitásában benne van, hogy neki nem kell még egy mozdulat se, hogy helyre hozza azt, amit elrontottunk. Ő megjavítja, megcsinálja. Kiszedi a fölösleget, vagy pótolja a hiányt, valamit az ő bölcsességéből úgy rendez, hogy attól jobb lesz, működőképes, jó lesz az élet. Amikor tehát odaadom neki, hogy Uram, elromlott az életem, hozd helyre, légy szíves, akkor ezzel a szándékkal kell megtenni. Magamét kell először odavinni az Istenhez. Nem a másikat, hogy majd én megjavítom a másiknak az életét. A magam életét kell először megjavítani, de nem magamnál tudom megjavítani. És akkor jön az utolsó gondolat ehhez, ami itt az igében ki is van emelve, és azt mondtam, hogy erre szeretnék majd kijutni, eljutni erre a gondolatra, hogy vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd testvéred szeméből a szárkát. Alapvetően ezt úgy gondolnánk, hogy azt jelenti, hogy helyrehoztam a magam életét, innentől kezdve jogosult vagyok arra, hogy helyrehozzam másoknak az életét is. De nem vagyok benne biztos, hogy ezt jelenti ez a mondat. Nem biztos, hogy ezt így kell értenünk, hanem inkább úgy, hogy ha már megtudtam azt, hogy az én életemnek a javítása, a gerendának az eltávolítása, az nem saját erő, nem saját tevékenység, nem saját siker, hanem ez a megváltás, ez az isteni kegyelem, az ő szeretete által lehetséges, akkor másként fogok viszonyulni a másikéhoz is. Mert csak addig akarom kiszedni a másik szeméből a szálkát, amíg a gerenda ott van az én szememben. De ha a gerenda eltűnik a szememből, az csak úgy lehet, hogy az Isten kegyelmére bízom az életemet, és ő segít elvenni azt. Onnan ő azt eltávolítja. Akkor nincs már a szememben ott a gerenda,
Én jól látok. De nem csak azt fogom jól látni, hogy a másik szemében esetleg szárka van, hanem azt is jól fogom látni, hogy én nem tudom kiszedni a szárkát a másik szeméből. Hanem jól látom azt is, hogy neki is Isten kegyelmére, Jézus Krisztus szeretetére, a megváltásra és a megbocsátásra van szüksége. És akkor már is nem úgy lesz, hogy én megszabadultam a gerendámtól, akkor innentől kezdve hagy szedjem azt a szálkát a szemedből. Mert ha az én életemet oda tettem Isten kezébe, akkor a másik életét is nem az én kezembe akarom fogni, hanem azt is inkább az Isten kezébe akarom oda helyezni. Arra akarom rávenni, hogy te is tedd oda a te életedet, kedves testvér. Mert rajtam is egyedül Isten tudott segíteni. Rajtad is egyedül Isten tud segíteni. És ez egy biztatás is tud lenni, testvérek. Amikor azt tudom mondani, hogy neked szálkád van, nekem gerendát távolított el. Ha nekem gerendát távolított el, akkor a te szálkádat is el tudja távolítani. Tehát menj oda nyugodtan. Lépj oda hozzá nyugodtan. Nem olyan régen olvastam egy írást arról az amerikai orvosról, aki a 20. század második felében Amerikában az abortusznak az egyik legnagyobb támogatója, hirdetője, reklámozója volt orvosilag. Azon elven, hogy hát így jobbá lehet tenni az embernek az életét. Tiszta jó szándék egyébként, tehát ő nem rosszaságból csinálta, hanem jó szándékkal. Segíteni akart az embereken, pontosabban az asszonyokon, a nőkön, ezzel a tevékenységével. 75 ezer abortuszban vett részt, annyit vitt véghez. És hát ez borzasztó szám egyébként. És aztán egyszer csak elkezdett változni ez az ember. Rájött, hogy hiába minden. Mert megpróbálja ő jobbá tenni az embereknek az életét, de ettől nem lesz jobb az embereknek az élete. Ő megpróbál az ilyen megesett nőkön, lányokon segíteni, de nem ezzel segít ő a megesett lányokon, meg a nőkön. És akkor belekeveredett egy életvédő csoportba, és az életvédő csoportban megismerkedett keresztényekkel, és egyre inkább szorongatta az Isten ismeret az ő életét. Aztán meg is keresztelkedett, már idősebb emberként. És átállt a keresztény oldalra, és most ő a legnagyobb ellenzője az abortusznak, és megy, és előadásokat tart, és filmeket gyárt, és mindent megtesz azért, hogy elmondja az embereknek, hogy nem jó ez így. És ő a saját példájával tud erről beszélni, hogy ezt tettem, és azt tettem, és bánom, és rettenetes volt, és nagy az Istennek a kegyelme, hogy még ezt is meg tudja bocsátani. Testvérek, mindenütt vannak ilyenek. Nem biztos, hogy éppen 75 ezer abortusz. De valami bajok, problémák, amikre azt tudom mondani, hogy ez volt az életemben az a gerenda, amit az Isten kiemelt, amit kivett, megbocsátott, helyre tett. És ezt el lehet mondani, el is kell mondani másoknak is, nem azzal a szándékkal, hogy na ezzel majd én akkor kiszedem a másiknak a szálkáját, hanem csak rá szeretném irányítani másiknak, másoknak a figyelmét arra, hogy az Isten kegyelme az én gerendámat el tudta távolítani, akkor másoknak a szálkáját is el fogja tudni távolítani. Azzal a feltétellel, hogy oda kell hozzá menni. Mert ha térjünk vissza a vakbeles példához, van egy olyan csodálatos orvos, aki a vakbél gyulladást azt fájdalommentesen és igen hamar hip-hop módon meg tudja oldani, de ha a beteg nem megy el hozzá, akkor nem tud segíteni. És ez nem az orvosnak a hibája. Nem az orvosé. Mert az orvos meg tudná gyógyítani.
azt a beteget, aki elmegy hozzá. De ha a beteg megvonogatja a vállát, hogy nem érdekel engem, mit törődök én ezzel, akkor ne panaszkodjon utána, hogy nincsen segítség. A mi hitünk az, hogy Jézus Krisztus az áldott orvos. Ő tud meggyógyítani mindent, testi, lelki betegségeket, de úgy kell ehhez is hozzáállni, ahogy a Sadrák, Mésák és Abednego állt, hogy de ha nem tenné is, nekünk akkor is ő az Istenünk. Mi akkor is őt dicsérjük és őt magasztaljuk. Mi akkor is ő hozzá hozzuk magunkat, problémánkat, nehézségünket. A kérésünket is, hogy gyógyíts meg. Vedd ki a gerendát, vedd ki a kapácikát, vagy vedd ki a szákát az életemből, vagy mint ahogy Pál kérte, vedd ki a tüskét a testemből. Pál így ír, háromszor kértem az Urat, hogy távolítsa el a tüskét az életemből. És mindháromszor azt mondta, hogy elég neked az én kegyelmem. És nem távolította el Pálnak a tüskéjét. Pál beteges természetű volt, betegen is élt, és végezte a szolgálatát, és betegesen is halt meg. De közben végezte a szolgálatát. És közben megértette az Isteni üzenetet, hogy elég neked az én kegyelmem, az én erőm, erőtlenség által ér célhoz. És Pál által sok helyen, sokak életében célhoz is ért. Hát ezzel a nyitottsággal kellene lenni és nézni. És így lehet eltávolítani a saját magam gerendáját, és látni másként másoknak a szákáját, és segíteni a bizonságtétellel, és elmondani, hogy szükségünk van az Isteni kegyelmre, mert csak ő tudja helyrehozni az én életemet is, de bárkinek az életét is. Egy énekes bizonságtétel következzen zenés formában. Hogy befogadjon, nyisd meg a szíved, hogy befogadjon.
Jézus Krisztus, bocsáss meg, hogy másik szemében a szálkát oly hamar észrevesszük, de a magunk életével nem vagyunk tisztában, és nem látjuk meg gerendáinkat, problémáinkat. Tisztítsd meg a mi szívünket, tisztítsd meg a látásunkat, hogy lássuk magunkat is. Ne olyannak, amilyennek mi szeretnénk látni magunkat, hanem olyannak, amilyennek valójában vagyunk. Olyannak, amilyennek te látsz bennünket. És hadd lássuk meg, hogy mennyi gerendánk van. Kiderül talán, hogy nem is egy, talán több gerenda is ott tornyosul bennünk, rajtunk, és terheli a mi életünket. És úrunk, hadd lássuk meg azt is, hogy mi nem tudunk megszabadulni a magunk gerendáitól. Gyengék vagyunk hozzá, erőtlenek, tehetetlenek. Gerendáink agyonnyomnak bennünket, de hozzád kiáltunk, Úr Jézus Krisztus, jöjj és szabadíts meg bennünket is gerendáinktól, minden terheltségünktől. Kinek testi terhe van, Urunk, hadd szabaduljon meg a testi tehertől. Akinek lelki terhei vannak, hát hadd szabaduljon meg a lelki terheitől. De mindattól hadd szabaduljunk meg, ami visszatart, ami lenyom, ami padlóra küld, ami nem engedi, hogy felkeljünk és éljünk, neked éljünk, veled éljünk. Urunk, a te kegyelmességed legyen sokkal hatalmasabb és erősebb minden terheltségnél, és ragadj meg bennünket, Urunk, tisztító szereteteddel, kegyelmeddel, és hadd éljük át, Urunk, hogy nálad van a szabadulás. És ezt átélve, hadd tekintsünk úgy a körülöttünk élőkre, mint akiknek el kell mondanunk, hogy hol van az igazi szabadulás. Amikor tudjuk a megoldást, mert átéltük, hadd legyünk bizonságtevőid, és hadd hívogassunk másokat is te hozzád, és hadd mutassuk a te kegyelmedet, mi hatalmas és mi erős a te szereteted. És ez másokra nézve is, hadd legyen érvényessé. Urunk, segíts meg bennünket, hogy mindebben tudjunk formálódni, erősödni. A kegyelmed legyen ott, és legyen érvényes minden dolgunkban, minden helyzetünkben. Imádkozunk, Urunk, az előttünk álló hétért, azért, hogy feladatainkat tudjuk elvégezni. Adj hozzájuk erőt, kitartást és lelkesedést is. És Urunk, imádkozunk azokért, akik a következő héten is nehézséggel küzdködnek. Hadd legyen az ő életük is a te kezedben. És Urunk, imádkozunk az azt követő hét estéiért, az evangelizációs hét alkalmaiért. Urunk, szenteld meg azokat, akik szólni jönnek, és szenteld meg azokat is, akik hallgatni jönnek, rád hallgatni. Urunk, készíts te az igéket, és készíts te a nyitott szíveket, a megnyílt füleket. Urunk, imádkozunk azokért, akiknek ebben a hónapban van a születésnapjuk, és egy közösségben formálódva állunk most te eléd velük együtt, és köszönjük meg az ő életüket, az elmúlt esztendőt, és tesszük velük együtt a te kezedbe a következőt. A kegyelmességed, szereteted és gondviselésed hatalmasan mutatkozzon meg mindannyiuk életében, hogy a következő évfordulójukkor is téged tudjanak dicsérni és magasztalni minden napért, amelyet megélhettek, amely a te jóvoltodból, gondoskodásodból az életük részévé lehetett. Urunk, mindezért hálát adunk, dicsérünk és magasztalunk téged. Légy továbbra is velünk, te légy őriző pásztorunk, ne hagyj el bennünket soha. Amen. Amen.
rövid csendességben saját imádságunkat is vigyük Istenünk színe elé. Imádkozzuk együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atya Isten kegyelme, a Fiú Isten szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal mindörökké. Amen. Hirdetéseket mondok a testvéreknek. Az első, mivel ma születésnapos köszöntős alkalmunk van, legyen a születésnaposoknak a köszöntése. Én olyan szépeket tudok mondani, hogy Isten éltesse őket még sokáig, de ezt gondolom nem csak én fogom mondani, hanem ma azok is, akik. Majd megtudják, hogy kitnek kell mondani. A gyülekezet közösségében minden esetre az énekünket énekeljük, ha most már többedik hónapja minden évvel sem énekeljük, és így ezzel kívánjunk Istentől jövő áldást minden születésnapos testvérünk életére. Születésnaposnak jár a szokásos képeslap, amit majd az alkalom végén fog megkapni, meg a keresett vagy keresetlen szavak és köszöntések, és természetesen ma is úgy megyünk el, hogy nem megyünk el, azaz elköszönünk, de együtt maradunk, és
kimegyünk itt a folyosóra, ott olyan hűvösebb van, mint itt, de akkor, ha kimentünk, akkor gyorsan berendezzük a termet, és szeretett vendégséggel folytatjuk az együttlétünket, és kérünk mindenkit, hogy maradjunk együtt, és beszélgessünk, és éljük meg a formájuk, meg a mi közösségünket, amelynek alapja Jézus Krisztusban van. Jövő vasárnapi istentiszteletünket hirdetem. A kialakult rendben most már itt fogjuk tartani az alkalmainkat, tehát itt a gyülekezeti házban várunk szeretettel mindenkit délelőtt 10 órai kezdettel. Gondolk az, hogy testvérünk nem lesz itt velünk, mert ha minden igaz, akkor ő akkor a gondolk konferencián lesz az egyházkerület többi gyülekezeti főgondolkával együtt. Kívánjuk áldást az ottani konferenciára is. És csak azért mondom, hogy nehogy valaki azt mondja, hogy fú, nincs itt, és akkor most biztos lóg. Mert ő más helyen teljesíti a kötelezettségét. De azért jönjünk, és legyünk együtt, és tartsuk meg az istentiszteletünket. A jövő vasárnapi istentiszteletünknek lesz egy rendkívülisége, mégpedig a perselyes adakozásban. Az Egyház megyében most már sok éve minden ősszel van egy olyan meghirdetett vasárnapi perselyes adománygyűjtés, amit az Egyház megye egy-egy kicsi gyülekezete kap meg. Ez sokszor több százezer forint összegre jön ki, amit megkap egy gyülekezet és arra költ, amire éppen szükséges neki, elszámolási, ilyen szempontból legalábbis elszámolási kötelezettség nélkül. És ebbe fogunk a jövő vasárnap mi is becsatlakozni. A nagyacsádi gyülekezet, itt Pápa közelében van ez a kicsi gyülekezet, és az ő életüket tudjuk segíteni és támogatni azzal, hogy a perselyes adakozásunkat így mi magunk is felajánljuk. Tehát így jöjjünk, így készüljünk a jövő vasárnapi istentiszteleti alkalmunkra, illetve a perselyes adakozásunkra. Aztán jön a következő hét, ami ennek az esztendőnek, mármint egyházi esztendőnek a végét jelenti, mert hogy adventtől adventig tart az egyházi évünk, és az azt követő vasárnap már advent első vasárnapja lesz. Az advent első vasárnapja előtti hét az evangelizációs hét. Minden este 6 órai kezdettel tartunk alkalmat itt a gyülekezeti teremben, fűtött körülmények között. Nem sorolom el, hogy milyen lelkipásztorok fognak érkezni. Reménység szerint a hírmódó minden családhoz megérkezett ezen a héten, és ott lehet látni. Meg itt a folyosón, a fali újságon, nagy méretben ott is ki van téve ez a plakát, ott is meg lehet nézni. Ha valaki szeretne hívogatni, és mondjuk kellene neki egy ilyen lap, akkor szóljon, mert kap egy kicsi lapot, hogy oda lehessen adni, és akkor másokat is lehessen hívogatni. A lényeg az, hogy jöjjünk. Tudom, hogy sötétben érkezünk, de tél felé megyünk, a legsötétebb időszak fele megyünk. Nem tudjuk olyan időre tenni, hogy ne legyen ilyen sötétedéses gond belőle. Azt tudjuk csak, hogy ahogyan eddig is sokat segítettünk azoknak, akiknek gond a közlekedés, hogy jelezzék, és autó segítség lesz, aki hozza, illetve viszi vissza azokat, akik szeretnének eljutni, csak egy kicsit mondjuk aggódnak a sötét miatt, vagy bármi nehézség miatt. Az advent első vasárnapi programunkat hirdetem még, ami nem csak a mi programunk, bár az épületben adunk helyt ennek a programnak, az önkormányzat és a roma kisebbségi önkormányzattal együtt tervezünk és szervezünk adventi családi délutánt. Azért lett családi délután a neve, hogy érezzék az emberek, hogy egész családosan lehet ám jönni, nem csak elküldjük a gyereket, hogy menjél, jöjjenek a szülők is, a nagyszülők is, sőt, ha nagyszülő van, csak éppen unoka nincsen vele, akkor eljöhet a nagyszülő egyedül is, mert hogy a felnőttek is megtalálják azt a témát, azt a lehetőséget, hogy ők is jól érezzék majd magukat. A gyerekeknek meg természetesen gyerekes foglalkozásokkal készülünk, és egy nagy közösségi szeretetvendégség is lesz ebben a délutánban. Meg majd kimegyünk, és akkor a téren még gyertyát is gyújtogatunk, hiszen advent első vasárnapja lesz, és így az első adventi gyertyát közösen fogjuk ott majd meggyújtani. Erre is számítsunk, készüljünk, jöjjünk, legyünk részesei ennek is.
hirdetem, hogy a Dunántúli református lapot eljutottuk minden címzethez, és november végéig van lehetőség a következő évet előfizetni. Továbbra is 1000 forint az egyházkerületünk jóvoltából, a megrendelő szelvénnyel együtt kell az 1000 forintot a lelkészi hivatalban, tehát a lelkésznek eljutatni, de szerintem a főgondok az, hogy testvérhez is el lehet juttatni, mert hogy ő általa is meg tudom kapni. A lényeg az, hogy bejöjjenek az igények, mert majd le kell adnom ezeket az igényeket, és azt szerint fog elkészülni már a következő száma, a karácsonyi szám. A záró énekünk a mai napon a 757-es számú ének, az új énekeskönyvi számozás szerint mind a négy versét énekeljük el. Aki értem megnyíltál, rejtsen, ó örök kőszál.